Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél M-bumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban elhoztam a leges, leggyorsabb módját annak, hogy hogyan tudjátok kiszedni az Icon Swap, illetve a Dynamic Duo nevezetű kártyákat. Fontos a videó elején megemlíteni, hogy elnézést kérek azért, hogy ilyen későn kerül ki ez a videó, viszont tudjátok, hogy a szemműtétes dolog miatt nem tudtam videókat rögzíteni, úgyhogy ezért volt az, hogy ilyen visszaemlékező kis videók kerültek ki, mint régi vélek, stb. stb. Illetve még szeretném így a videó elején megemlíteni, hogy csinálok egy challenge-et, aminek az tulajdonképpen a célja, hogy 30 per 30 nap feltöltök a TikTokra különböző videókat. Jelen pillanatban sikerült az egyik videón túllépnünk a több mint 1 millió megtekintést, valami 1 millió 400 ezernél tart, ami egészen elképesztő, úgyhogy ha még nem követtél be a TikTokon, akkor a leírásban megtalálod, illetve ha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornára, akkor azt most megteheted, hiszen ez a legjobb visszajelzés számunkra, hogy ti szeretitek ezeket a tartalmakat, és szeretnétek a továbbiakban is tulajdonképpen, hogy készítsünk nektek ilyen videókat. Na de térjünk is gyorsan a lényegre, és elmondom nektek, hogy hogyan tudjátok megszerezni a leggyorsabban a Swap, illetve a Dynamic Duos kártyákat. Röviden, tömören, srácok, az elején szeretném kezdeni, mi is ez az ikon swap. Az IE úgy döntött, hogy a VB ideje alatt 50 darab megszerezhető kártyát be fog rakni és iszonyat erős rivardokat tudsz ezek által kiszedni. Viszont aki most kezdte a játékot, pontosan jól tudom, hogy fogalma nincs róla, hogy ez mit jelent. Tulajdonképpen belépsz a Milestone menüpontba, és itt ki tudod választani azokat az objektíveket, amiket vagy SB, azaz Squad Battles, vagy pedig online szinten meg tudsz csinálni. Az online-nál érdek mennyiségű mérkőzést kell lejátszanod, ilyen például az, hogy 6 darab győzelmet kell szerezned spanyol, kosztarika, német, stb. stb. csapattal, ezek egyébként tegnap este jöttek be, senki ne pánikoljon, mert nagyjából úgy egy hónapod van megcsinálni, úgyhogy van rá bőven időd, illetve az online küldetéseket annyival megkönnyítették, hogy aranygólok vannak, és ezáltal, hogyha bármelyik csapat gólt rúg, megszakad a mérkőzés, és mehetsz a következőre. Na de akkor térjünk is a lényegre hogy milyen csapatokat, illetve objektíveket tudsz a leggyorsabban összerakni. Ugye vannak ezek a Nation Dynamic Duo kártyák, amik amúgy nem rossz fodderek, tehát hogyha megszerzed őket, akkor egész könnyedén ki tudsz belőle tenni bizonyos SBC-ket. Valamint vannak még külön SBC-hető szvepek is, amik által összetudtok szedni különböző kártyákat. És ezeket lehet összekombinálni. Na most, amint láthatjátok, nekem nagyon-nagyon sok olyan ö, swap van, amit már megcsináltam, ez annak köszönhető, hogy rengeteg időt tud spórolni azzal a metoddal, amit gyakorlatilag nem is mondom azt, hogy én találtam ki, mert láttam Twitteren, hogy tulajdonképpen hogyan kellene összerakni, de nyilván saját magamnak, illetve a hiányzó objektívekre szabva tettem össze ezeket a csapatokat, úgyhogy kezdjünk is bele. A leges-legelső dolgod az lesz, hogy beraksz a csapatba 6 darab World Cup Brazil játékost. Amikor ez megvan, mellé raksz még egy amerikai játékost, három darab Dynamic Duo kártyát, amit amúgy megkapsz pár mérkőzés lejátszásáért, illetve egy Mexikó lapot. Úgy tudod tulajdonképpen kiszedni ezeket, hogy különböző objektíveket végrehajtasz ezekkel a játékosokkal. Dynamic Duo kártyákkal asszisztolgatnod kell, gold kell rúgnod, illetve a másik dolog, hogy meg kell nyerned mérkőzést is. Az amerikai lappal nincs más dolgod, mint 7 darab asszisztot kell adnod vele beadásból. A brazil játékosok csak és kizárólag azért vannak a csapatban, mert van egy olyan küldetés, hogy 6 darab mérkőzést kell megnyerned Brazillal a kezdőben, úgyhogy ezért kellett ide berakni. A Mexikó játékossal pedig a következőt kell tenned, 6 darab finesz Gold Trucks. Arra nagyon figyeljetek, hogy vannak olyan objektívek, amiket amatőrön, azaz beginneren is meg tudsz csinálni, de én azt javaslom, hogy szemiprón csináljátok, mert ha szemiprón csináljátok, akkor mindig minden küldetés kész lesz, és még véletlen sem Ö, kerültök olyan problémába, hogy amatőrön, beginner-en csináltatok, és esetleg valamelyik objektívet nem adta meg. Mutatok nektek egy másik csapatot, ami sokkal jobb ennél, és sokkal egyszerűbben meg tudjátok szerezni, viszont abban nem tartozik bele maga a Dynamic Duo kártyáknak a megszerzése. Legelőször így csináltam meg magát a szvepeket, beraksz haddarab, angol nemzetiségű játékost a csapatba, beraksz egy japán játékost a csapatba, beraksz egy mexikóit, egy szenegálit, egy horvátot és egy amerikait. Ezt követően össze tudsz szedni, ha minden igaz, 6 darab swap kártyát, azt hiszem egy darab mérkőzéssel. Következőt kell tenned. 6 gólt kell rúgnod szenegáli játékossal, 6 asszisztot kell adnod horvát játékossal, 6 finesz gólt kell rúgnod Mexikó játékossal, 7 asszisztot kell adnod Trubollal, azaz Y-nal, ő japán játékossal, hét assziszt kell beadásból amerikai játékossal, és hogyha benne van tulajdonképpen ez, a nemzetiség, vagy bármelyik másik, akivel nyerned kell mérkőzést, azt is fel fogja számolni egy darab mérkőzésnek, és egyel kevesebb kell. Hazudtam az előbb, ugyanis ezzel a metoddal egy mérkőzés alatt öt darab swapkártyát tudsz kiszedni, ezt így össze is számoltam. Nyilván itt sokat nyom alatba az is, hogy neked mondjuk megvan már egy adott nemzetiséggel a had győzelem, mindig úgy kombináld össze a csapatokat, ahogyan a leges legkönnyebben meg tudod csinálni ezeket az objektíveket. Higgyétek el, az ember nem is gondolná, hogy mennyi időt meg tud ezzel spórolni, tehát azért nem mindegy, hogy mondjuk külön-külön játszod le ezeket a szvepeket, vagy pedig egybe összerakod így a csapatot, és egy meccs alatt öt tokent ki tud szedni. Mindig figyeljetek arra, hogyha bármilyen SB-s küldetés érkezik, a milestone -ok közé, akkor várjatok egy picit, mert ha jön egy másik, akkor össze tudod vele kombinálni, és ezáltal mondjuk 5 meccs alatt meg tudod szerezni azt a mennyiségű swap kártyát, amit nem tudtál volna megszerezni, csak mondjuk 12 vagy 18 mérkőzés lejátszásával. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, az nem más, mint hogy van egy rejtett objektív, vagyis hogy kettő is a játékban, de én most csak az egyikről szeretnék nektek beszélni, az az Objektív menüpont alatt van, én ezt már meg is csináltam a tegnapi nap folyamán, ez nem más, mint a history mystery lesson. Nem kell más tenned, mint kettő gólt rúgni Uruguay játékossal, hat gólt rúgsz egy mérkőzés alatt bármilyen játékossal, Finesz gólt kell rúgnod olasz nemzetiségű játékossal, gólt kell rugnod amerikai nemzetiségű játékossal, három gólt kell rugnod svájci, illetve három gólt osztrák játékossal ugyanazon mérkőzésen, tehát egy meccs alatt hat gól, három svájci, három osztrák, illetve négy darab gólt kell rugnod német játékossal, viszont annál a nehézség, hogy különböző meccsen. Ha te ezt a lehető leggyorsabban szeretnéd, akkor kérd meg egy barátodat, hogy segítsen neked, és úgy a legegyszerűbb, én is az egyik nézőmmel patyesszal csináltam meg, hiszen, hogyha megcsod az objektívet, kilép, utána megint, meg, megint belépsz, Rux némettel megingolt, kész stb. stb. Ez megcsad négyszer, és kész is, és kapsz egy 84 plusz rergolt player packet, meg amik még -Mik ezért járnak, ilyen 15 k 25 k pakkok. A Toko Ekambit is nagyon egyszerűen meg tudod csinálni, össze tudod ugyanúgy kombinálni a dolgokat, mint ahogy az előzőekben elmondtam. Itt is nagyon egyszerű, mivel 7 darab Squad Battles mérkőzést kell megnyerned, amit ugye ugyanúgy rászámol, hogyha te mondjuk csinálod a swepeket és az angol ő brigádot teszed be, illetve itt arra figyeljetek, hogy rakjatok be egy ligön játékost, akivel 7 gólt szereztek egy darab mérkőzésen, és egy meccs alatt ki tudott szedni tulajdonképpen ezeket a kártyákat, viszont ugye nyilván vannak olyan objektívek, amikhez több idő kell, például ez a finesz, satos téma, ez 5 különböző meccses, tehát 5 különböző mérkőzésen kell tekert lövést csinálni. Úgyhogy srácok, a videómnak a lényege az az, mindenképp kombináljátok össze az objektíveket, ne szenvedjetek 18 meg 20 SB mérkőzésen, mert felesleges, fullosan össze tudjátok szedni úgy a csapatot, hogy az nektek tökéletes legyen, és a lehető legtöbb szvepet tudjátok kiszedni. A csomagokat egyébként folyamatosan gyűjtöm, mivel nem tudok ugra bugrálni, ezért a pack opening az elmaradt a 100 pack után, 135 csomagunk van, viszont én úgy döntöttem, hogy a totikor fogom az összes csomagot kinyitni, tehát lesz körülbelül 500 és 1000 közti csomagunk, és azokat fogjuk majd elnyitni egy élőadás keretein belül, amikor már teljesen meggyógyult a szemem. Még egy fontos dolog, fogok készíteni videót az ikonszwepekről is, hogy én melyiket szedem ki. Tudom, hogy ez is kicsit későn érkezik, de azért én azt mondom, hogy mindenféleképpen rakok ki nektek egy ilyen videót, hát ha valakinek segítség lehet. Ha esetlegesen hasznosnak találtad ezt a videót, akkor mindenképp jelezze egy like illetve még nem tetted meg, akkor légy szíves kattints rá a feliratkozás vagy a szívecske gombra ezen a platformon is, illetve tényleg a TikTok oldalamat megtaláljátok a leírásban, illetve a komment szekcióban, úgyhogy ott is kövessetek be, irány a 100 ezer követő. Nagyon szépen köszönöm innen is mindenkinek, én Krisztián voltam, Ciao ciao sevastok